Amitől én aggódom, vagy ami miatt így frusztrált vagyok, az az, hogy van egy kis húgom, aki 17 éves, és nem tudom, hogy ő mire oda jut, hogy egyetem fog-e tudni menni Erasmusra. Mi nagyon nagy érvágásnak tartanánk azt, hogyha hallgatók nem tudnának részt venni Erasmusban, illetve a felsőoktatás elesne a Horizontól. január 9-én az Európai Unió felfüggesztette az Erasmus programot Magyarországon. Ezzel több ezer diákot foszthatnak meg a külföldi cserediák programoktól. És a magyar diákság, illetve a tudományos élet is visszafordíthatatlan károkat szenvedhet. Filmünkből megtudhatod, hogyan szervezték alapítványokba a felsőoktatást, és hogy konkrétan kik jártak ezzel jól egyetemi polgárok tömegeinek rovására. De előbb nézzük meg, hogyan alakult ki az Európai Unió egyik legnépszerűbb és legemberközpontú programja, az Erasmus Plus Magyarországon. Ma már rá se lehetne ismerni a Fidesz 2009-es európai választási programjára. Álljunk meg egy pillanatra, ezek szerint a Fidesznek volt programja? 2009-ben még volt. Ebben a programban a Fidesz kifejezetten a felsőoktatás tandíjmentessége mellett szólalt fel, és rendkívül fontosnak nevezték a cserediák programokat is. Az Erasmus szó szerint meg is említették, sőt, Gulyás Gergely kampányvideójában külön kiemelték, hogy a későbbi kormányszóvivő Erasmusos hallgató volt. Gulyás Gergely 1981-ben született Budapesten. Jogi diplomáját 2004-ben szerezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán. Erasmus hallgatóként tanult Hamburgban. A Fidesz ifjúsági tagozat delegáltjaként 2006 óta tagja a párt országos választmányának. Kormányra kerülve a Fidesz egy egészen más felsőoktatási koncepcióval állt elő. 2012-ben drasztikusan csökkentették a támogatott egyetemi férőhelyek számát, gazdasági szempontokra hivatkozva. Milyen szakok válhatnak Magyarországon a közeljövőben fizetőssé? Olyan szakok, amikre a magyar társadalom és az annak a képviseletét ellátó magyar kormány a közérdekében nem tart igényt. De mondjon egy példát. Balneológia. Az egyetemi férőhelyek megkurtítása miatt megalakult a hallgatói hálózat, és országos tiltakozások kezdődtek. 240 pontról beszélünk, akkor nem beszélünk arról, hogy 16 szakon anyagi cenzust vezettek be. Olyan anyagi cenzust vezettek be, ami meg fogja szabni, hogy ki az, aki bejuthat még hozzá az alapon, azon az alapon, hogy mennyi pénze van. Jaj! ...2013-ban aztán Hoffmann Rózsától elvették a felsőoktatást, őt magát lefokozták közoktatási államtitkárrá, viszont hamarosan mégis az ő felsőoktatási programját hajtották végre. 2014-ben elkezdték csökkenteni az államilag támogatott férőhelyek számát, majd a kancellári rendszer bevezetésével az egyetemi autonómia is egyre szűkölt. Ezt ismét gazdaságossági indokokkal magyarázták, azt mondták, hogy majd a felsőoktatásban a kancellár le tudja venni a dékánok válláról a pénzügyi terheket. Nem gondolom azt, hogy bármiben is a rektori vezetés és a kancellári vezetés más célokat fogalmazna meg és elválna egymástól, hiszen az egyetem fő célja, a fő alapfeladata továbbra is az oktatás, kutatás, emellett a betegellátás, az agrárkutatás és a termelés. Igazából a kancellári rendszer az egy háttérmunka, amely biztosítja ezekhez a feltételeket, a lehetőségekhez mérte. Az állami férőhelyek lecsökkentésének meglett az eredménye. Az Eurostat adatai szerint Magyarországon a 25 és 34 év közöttieknek alig harmada rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Ez a harmadik legrosszabb eredmény az EU-ban. 2018-ban ismét fókuszba került a felsőoktatás a belpolitikában, ekkor történt, hogy a CEU-t, mint akkreditált intézményt elüldözték Magyarországról. Miért csalás az, ha a CEU olyan diákokat hoz Magyarországra, akik különben más országba mennének tanulni? És olyan magyarokat tart itthon, akik a CEU nélkül már rég külföldön lennének? Miért csalás az, ha a CEU minden évben milliárdokat költ el saját alapítványából az alulfinanszírozott magyar felsőoktatásra? Milyen törvény az, amit egy nap alatt vitatnak meg és fogadnak el? Emiatt a magyar felsőoktatás és az Orbán rendszer egésze keresztűzbe került. Ez a nemzetközi sajtó figyelmét is felkeltette, hiszen ezúttal egy nemzetközileg beágyazott egyetemet szüntettek meg. Today Soros's face is everywhere.
The university he founded in Budapest in 1991 has been hounded. Ezután következett az, ami hamarosan az egész Európai Unióban kiverte a biztosítékot, az egyetemi modellváltás. A változást a döntéshozók azzal magyarázták, hogy az egyetemek gazdálkodása szabadabbá válik, hogyha kikerülnek az állami költségvetés béklyója alól. A gyakorlatban viszont a modellváltó egyetemek nagyrészt ugyanúgy állami pénzből működnek tovább. A különbség csak annyi, hogy a közpénzzel most már intézményi kontroll nélkül gazdálkodhatnak az alapítványok vezetői. A mi egyik meglátásunk az az, hogy a hatalom körülbelül 2 évvel ezelőtt ezt a KEKVA modellt a vereségre tervezte. Arra, hogyha elvész a kormányzati, parlamenti hatalom, a gazdasági erőforrásokhoz való közvetlen hozzáférés, akkor a hátországokat a KEKVÁKON keresztül életben tudja tartani. Az átlátszó már 2021-ben több cikkben foglalkozott a modellváltással. Adattérképeinken bemutattuk, hogyan szűnt meg szinte teljesen az állami felsőoktatás. Mára a korábbi 26-ból csak 5 egyetem maradt állami tulajdonban. Ezzel párhuzamosan kiderítettük, hogy a kuratóriumú tagok 35%-a üzletember, és további 35%-a kormányközeli, közéleti személyiség. Valamint az egyetemisták 70%-a alapítványi egyetembe került. A modellváltással kapcsolatban mi azt gondoljuk, hogy van helye kritikának, és az egyik ilyen kritika, ami amúgy a napokban ugye fölismerült, az például az, hogy a kuratóriumi tagoknak legyen egy meghatározott idő tartama, tehát a mandátumuk valamilyen időtől valamilyen ideig szóljon, és mi fontosnak tartanánk azt, hogy a szenátusoknak legyen beleszólási lehetőség abba, hogy kit delegálnak, vagy javasolnak az ágazat irányítás, vagy a kuratórium irányába, hogy ki legyen kuratóriumi tag. Nem igen akadt olyan egyetem, aki ellenállt volna az alapítványosításnak. Kivéve a Színház és Filmművészeti Egyetemet, ami emlékezetes megmozdulásokkal próbált ellenállni a modellváltásnak. Elúli sok szép kis jelen, nem is tudom, hogy élvezem, töménytelen titokra fúr. Végül több tanár kivált, és diákokkal megalapították a Free SFE Egyesületet. A Színház és Filmművészeti Egyetem pedig Vidnyánszky Attila vezetésével folytatta tovább tevékenységét. A Filmművészeti Egyetemen kívül azonban máshol nem volt hangos ellenállás. A legtöbb egyetemen a tanárok és a diákok is szó nélkül elfogadták a modellváltást. Kezdetben ugyanis úgy tűnt, hogy a hallgatók hétköznapjait nem fogja befolyásolni, hogy az egyetemek életfogytig kormányközeli emberek irányítása alá kerültek. Tavaly azonban az Európai Bizottság nyilvánvalóvá tette, hogy a modellváltó egyetemek ebben a formában nem vehetnek részt az Erasmus programban. Ami az Erasmus ügyben történik a bizottság részéről Magyarországgal szemben, az elfogadhatatlan és tűrhetetlen. És hogy ezzel mi került veszélybe? Hogy mi is az az Erasmus? A felületes érdeklődő számára a program csak annyit jelent, hogy diákok ide-oda utazgathatnak, viszont ennél sokkal többről van szó. Az Erasmus programot 1987-ben indították azzal a céllal, hogy külföldi tanulási lehetőséget biztosítson európai diákok számára. Kezdetben 11 ország vett részt 3200 diákkal. Magyarország 1998-ban csatlakozott. 2014-re összesen 3,3 millió diák vett részt a programban, és a felmérések alapján 96%-ban elégedettek voltak a külföldi tapasztalataikkal. 2020-ra a résztvevő országok száma 42-re nőtt. 2023-ra az Erasmus Plus 4,43 milliárd eurót költött oktatási, képzési, ifjúsági és sportot támogató programokra. Magyarország összesen 16 milliárd forint támogatást kapott, ebből a diákok és gyakornokok 10 000-ei utazhattak külföldre. 2014 és 2019 között több mint 52 000, vagyis évi 5500 diák és szakmai gyakorlatát végző fiatal vehette nyakába a világot. 2019-ben voltam Erasmuson Dél-Koreában, Szóban. Hatalmas váltás volt, de én nagyon szeretek a nemzetközi diverzitásban létezni. Tehát rengeteget lehet belőle szerintem tanulni emberként is, szakmailag is. Ha tanulmányi szempontból nézzük, akkor nagyon sok olyan dolgot tanulhattam meg, vagy próbálhattam ki, amit itthon nem tudtam volna, nem lett volna rá lehetőségem. De térjünk is vissza az Európai Bizottság és a kormány áldász küzdelmére.
Az EU egyik fő problémája az volt, hogy életfogytiglanul tettek le fideszes potentátokat az alapítványok vezetői székére. A Transparency International kutatása rámutatott, hogy az alapítványokban 8 miniszter, 17 kormányzati tisztviselő, 3 parlamenti képviselő, 2 Európa parlamenti képviselő és 6 kormánypárti polgármester ül. Azt szeretnénk, hogyha a magyar felsőoktatás komoly, érdemi, látható fejlődésen menne keresztül. Úgy gondoljuk, hogy erre mind az új működési forma, mind az Európai Uniós fejlesztési forrásokból az egyetemfejlesztésre szánt több mint 1000 milliárd forint az lehetőséget ad. A kekvákkal strukturális szempontból, tehát lényegileg nem az a probléma, hogy kik adják a vezetőtestületet, hanem hogy egyáltalán van olyan szervezeti forma Magyarországon, amire 100 és 100 milliárdnyi közvagyont rá lehet bízni, anélkül, hogy akár a magyar választók, akár a mindenkori kormány elmozdíthatná, megváltoztathatná, elszámoltathatná az ennek a vagyonnak a sorsáról dönteni jogosult vezetőket. Persze nem csak kormányközeli szereplők kaptak helyet az alapítványokban. A kormány nagy lelkűségét jól mutatja, hogy 2 ismert ellenzéki szereplő is helyet kapott a kuratóriumok élén. Ezekkel a tisztségekkel persze busás jutalom is jár. A kurátorok havonta legalább 23 millió forintot fizetnek haza. Mennyit? 23 millió forintot bruttóban. Mindezt úgy, hogy az Átlátszó egyik korábbi cikkében leírtuk, az oktatók közel 40%-át ingyen foglalkoztatják az egyetemek. És miért dolgoznak ezek a tanárok ingyen? A legtöbben egyszerűen társadalmi munkaként gondolnak erre. Hányan lehetnek ezek a tanárok? Adataink alapján az látszik, hogy 403 oktatót foglalkoztatnak ingyen az egyetemek. Arányaiban a legtöbben az ELTIN vannak, második helyen pedig a Miskolci Egyetem végzett, ahol több mint 5%-a a tanároknak ingyen dolgozik. Bár a kormány azt állítja, váratlanul érte őket az Európai Bizottság levele, a valóság az, hogy az elmúlt fél évben többször jelezték aggályaikat a kormány felé. Gulyás Gergely az Európai Bizottság álláspontját elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek nevezte, majd azt mondta, lehet, hogy nem sikerül megállapodni a pénzekről, ebben az esetben az állam saját költségvetéséből fogja az ösztöndíjakat fizetni. Navracsics Tibor később ennél optimistább volt, azt mondta, hogy szerinte akár márciusra pont kerülhet a vita végére, a kormány ugyanis hajlandó a problémás jogszabályok módosítására. A Magyarország a tárgyalások során elért megállapodásokat és vállalásokat, amennyiben teljesíti, akkor a szankciós tanácsi határozat elfogadására nem kerül sor. Most 2023-as évre nincsenek veszélyben a mobilitási programok, viszont ez a 2024-es év szempontjából fontos, hogy a keretszerződéseket az intézmények meg tudják egymással kötni, és ameddig nincsen megegyezés, az intézmények nem fogják ezeket a szerződéseket egymással aláírni, úgyhogy szerintem a legfontosabb az az lenne, hogy mi hamarabb meg tudjanak egyezni az ügyben. Az Európai Bizottság azt szeretné, hogy ne lehessenek ugyanazok az emberek, kuratóriumi tagok és kormányzati tisztviselők is. Február elején 6 miniszter jelentette be lemondását kuratóriumi tagságáról, az összeférhetetlenség pedig 8 kormányzati tisztviselőt is érintett. Közülük 4 úgy döntöttek, hogy inkább a kuratóriumokban maradnak. Úgy tudni, hogy az Európai Bizottság a mostani aknásokkal szigorúbb szabályozást szeretne, ezért még mindig nem tudjuk, hogy mehetnek-e legközelebb külföldre tanulni a diákok. A fő probléma az, hogy óriási a szakadék a között, amit a bizottság elvár, és a között, amilyen rendszert a Fidesz szeretne kialakítani. Ők ugyanis olyan rendszert szeretnének létrehozni, amivel évekre be lehet betonozni a politikusokat az egyetemek élére. Az, hogy a kormány közvetlen politikusait, a minisztereket kiléptetik az alapítványok vezető testületeiből, ezt a rendszert nem fogja megoldani. A kekvákkal nem az a baj, hogy miniszterek, kormánybiztosok, polgármesterek, parlamenti képviselők ülnek a kuratóriumokban, hanem az a baj velük, hogy ilyenek vannak egyáltalán.